mosvony közelebb. Hadd lássam Isten idíts fényedet, s az örök létben véred legyek. Vonj engem, Jézusom, vonj engemet, vonj engem, Jézusom, szeretnék elmondani nektek. Ez nem a messzi távoli kontinenshez kötődik, ez egészen friss, nagyjából olyan 15 órán belül történt. Tegnap Budapestre kellett mennem, több dolgot is intéztem, és hát ilyen egészségügyi dolgokra is elég sok pénzt költöttem, ami persze nem pénzkidobás, de úgy elég rossz érzés volt bennem, mert hát így még mielőtt elindultam, ott az állomáson apu is adott pénzt, és hát így utólag tényleg szükség volt rá, mert mínusz 5 forinttal jöttem haza, tehát úgy mínusz, hogy tartoztam valakinek 5 forinttal. És hát bevallom őszintén, ahogy így jöttem haza, elég későn volt ez a 7 óra 25-kor indult a vonat, csak azzal tudtam hazajönni, elég rossz volt a kedvem, mert úgy egy kicsit olyan, tehát rossz érzésem volt, hogy akkor valószínűleg még, tehát meg kell kérnem aput, hogy nem csak, hogy még kihozott reggel, hanem most még el is kell jönnie, és persze ez neki nem volt gond, de mégis egy kicsit rosszul éreztem magam, hogy egy csomó pénzt el is költöttem. És hát egyébként mostanában egy könyvet olvasok, Philip Yancey Meghökkentő kegyelem című könyvét, és hát, na, hát ezt azért mondtam, mert ami majd ezután következik, az a könyv miatt nekem nagyon sokat jelentett. Szóval így már így elhagytam ugye Fehérvárt is, így közeledik, hogy most már azért szólni kéne, és hát még csak nem is telefonáltam, hanem SMS-t írtam neki, ez így gondoltam jobb, hogy apu, ki tudsz-e jönni értem. És ahogy így elküldtem, és ugye volt nagyjából egy ilyen percnyi gondolkodási időm ezután, amíg válaszol, mert megnézi, megnyitja, beírja a dolgokat. És hát így azon gondolkoztam, hogy most milyen válasz az, ami engem megnyugtatna. Tehát, hogy nem érezném magam azt, hogy fú, hát most megint apunak ennyi mindent kell itt utána végeznie, és ilyen variációkon gondolkodtam, hogy semmi baj, kislányom, vagy persze, természetesen, Tillácskám, meg így ilyen variációk voltak a fejemben, és így megjött a válasz, három szó, az volt, hogy már itt vagyok. És hát sírtam a vonaton is. Azért próbáltam leplezni ott magamat, mert most látod a vonaton, hogy valakinek jön egy SMS és elkezd csírni, akkor nyilván megkérdeznéd, hogy mi a baja, de nekem nem bajom volt, hanem nagyon örültem. És az azért volt számomra egy óriási tanítás a Jóistentől, mert ahogy ezt a könyvet olvasom és a Jóisten kegyelméről tanulok, valahogy rögtön a elemi erővel hasított belém az, hogy a Jóisten ugyanez, hogy megyek hozzá, nagyon szégyellem magam, és azt mondom, hogy Istenem, bocsáss meg, és csak annyit mond, hogy már megtettem. És hát ezt tegnap átéltem, és csodálatos volt. Köszönöm, hogy elmondhattam. Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon hálás vagyok ezért a tapasztalatért, mert mostanában a Krisztushoz vezető lépések című könyvet olvasom, és hát szeretném nektek is ajánlani, hogy mindannyian olvassátok. Én most úgy olvasom, hogy megállok egy-egy mondatnál, és kiírok belőle magamnak mondatokat. És nagyon sokáig tartottam az első fejezetnél, ami az Isten szeretetéről szól. És hát csodálatos mondatok vannak ebben a fejezetben. Aztán a második fejezetben is. És hát én is szeretnék most veletek ilyen apró tapasztalatokat először megosztani, mielőtt felolvasnám az ige helyet, amit szeretnék nektek elmondani. Találtam benne egy mondatot, amit most szeretnék veletek megosztani, hogy úgy rácsodálkoztam arra, hogy mennyire képtelen vagyok én is az Isten szeretetét fölfogni. Aztán, amivel most Estilla is beszélt nekünk, hogy ő mennyire ismeri, hogy nekünk mire van szükségünk, és hogy mennyi mindent mozgósít annak érdekében, hogy mi ezt megértsük. Sokszor úgy élem meg a saját életemben mostanában, hogy Isten szinte dörömből, hogy én megértsem azt, hogy ő szeret. És hogy ezért nem kell aggódnom, és teljesen rábízhatom az életemet. Így hangzik, ez a második fejezetben van ez a mondat. A megváltó élete, halála és közbenjárása, az angyalok szolgálata,
a lélek esedezése, az Atya mindenek felett és mindenekben való munkálkodása, a mennyei lények szünkelen, lankadatlan figyelme, mind-mind szükségesek az ember megmentése érdekében. Amikor én ezt elolvastam, akkor úgy éreztem, hogy ezt le kell írni, ezt a mondatot. Nem tudom, hogy amikor a mindennapi életeteket éltek, és én is, ahogy élem a napjaimat, gondolok-e erre, hogy az, hogy én itt vagyok és élek, hogy engem az Isten megmenteni akar, ez mi mindenbe kerül a mennynek? Ez egyszerűen olyan természetes számunkra, hogy mi megmentettek lettünk, és az Isten minket elhívott, és szeretne üdvösségre juttatni, és már ezen a földön egy boldog élettel akar megajándékozni. És hogy milyen ára van a mennyben ennek. És ez az ára mennynek öröm. Azt mondja, a megváltó élete. Lehet egy aki eljött azért, hogy megmutassa nekünk, hogy milyen az igazi szeretet. A halála. Hogy egyáltalán itt lehetünk és élhetünk. Az a közben járása azért, hogy amikor elgyengülök és elcsüggedek és elkeseredek, legyen valaki, aki imádkozzon értem, hogy el ne fogyatkozzék a hitem. Az angyalok szolgálata. Föl sem fogjuk, hogy naponta milyen helyzetekbe kerülünk, amikor az angyalok szolgálatára van szükségünk. A lélek esedezése. Aki érettünk bennünk, és körülöttünk munkálkodik, és érettünk. És azt mondja, hogy az Atya mindenek felett és mindenekben való munkálkodása, a mennyei lények szüntelen, lankadatlan figyelme. Amikor így elolvastam, akkor azon gondolkoztam, hogy hogyan mondja még nekünk jobban az Isten, hogy ő ilyen. Hogy ő mindent odaad, és szüntelen és lankadatlan figyel rám egy egyszerű emberre. És hogy hát mi mindenből élem meg, ilyen kis apróságokat mondanék el nektek. Néhány hete el kell utaznom valahová, és nagyon-nagyon fölzaklatott valami, ami történt velem. És hát nagyon hálás voltam azért a néhány napért, amit így kicsit elcsendesedve is tölthettem, és az a dolog, ami úgy fölzaklatott, az azzal járt, hogy kezdjek olvasni, utána olvasni egy témának. És amikor elkezdtem olvasni, akkor éreztem a lelkemben, hogy micsoda fordulatok történnek ott belül. Hogy ami engem fölzaklatott, az miért is zaklatott föl? Hogy az Isten szemével ez egészen másként van, és olyan hálás voltam egy munkatársamért, aki ott volt velem, és volt egy ilyen kis csendes néhány percünk, emberekért munkálkodunk, egy kisebb tábor volt, amikor az ő mondataival az én olvasásomat is segített, hogy egyáltalán hol kezdjek ezen gondolkozni, és ugye azt éreztem, hogy megnyugodtam, lenyugodtam, elcsendesedtem, és megértettem valamit, amivel a Jóisten engem valamire elkészít. És eltelt 2 hét, hazajöttem, mennem kellett szolgálni a gyülekezetbe, és valami enyhe járvány vonulhatott rajtam végig, nagyon enyhén, de nagyon rosszul éreztem magam. És hát olyan hálás voltam a Jóistennek, hogy azokkal a gondolatokkal, amit ott nyertem akkor, azelőtt néhány héttel, az én fölzaklatottságom után, abból összeállt egy igehirdetés nagyon rövid idő alatt, és nekem hatalmas áldás volt, és annak a gyülekezetnek is. És úgy végig gondoltam azt, hogy egy megrázatásnál sokszor nem tudjuk, hogy ez miért történik, mit kell akkor éppen megértsük, és kinek hogyan tudunk segíteni azzal, amit ott megértünk. Ez az egyik tapasztalatom, amit szerettem volna veletek megosztani, a másik pedig az a múlt héten történt, konkrétan csütörtökön. Egy közösségben voltam, és hát nem voltam még ezen a helyen, és vannak olyan ételek, aminek az elfogyasztása számomra nehézséget jelent, és főleg akkor, hogyha közösségben vagyok, mert emésztési gondot okoz, és hát nem voltam el eléggé felkészülve, és azzal szembesültem, hogy ezt se tudom megenni, meg azt se, meg azt se, meg amaz se, és már elég éhes voltam, és elmentem látogatni. Meglátogattam 2 embert, és hát egy olyan valakinél voltam, akitől életében nem kaptam még semmit. Tehát nem egy olyan valaki, aki úgy oda mész, és akkor úgy mindent ad. És mikor odaértem, akkor ott vált engem 3 szőlőfürt. És megköszöntem. És hát mondtam, hogy most nem fogyasztom el, mert azért ettem valamit, amit úgy tudtam enni, és hát mikor visszaértem, megértettem, hogy ez azért volt, mert az volt a vacsorám. Egy olyan vacsora, már tényleg nagyon éhes voltam, és annyira felüdítő volt számomra, és valahol ebben a 3 szőlőfürdben is az jelent meg, hogy az Isten
Hogy tud egyik embernek a másikon keresztül ilyen módon segíteni? Hogy ez a lélek munkája. Tehát amit itt olvastunk, hogy a lélek esedezése a lélek munkája. Hogy munkálkodik másokban azért, hogy én is jobban föl tudjam fogni az Isten gondoskodó szeretetét, amivel körülvesz, és amikor ő tényleg tudja, hogy valamire szükségünk van, akkor ő ezt megadja. És én nagyon hálás vagyok, hogy ezt megoszthatom veletek. Tudom, hogy ezek ilyen pici, apró dolgok. De én úgy gondolom, hogy a mi Isten tiszteletünknek ez része kell, hogy legyen, hiszen mi egy közösség vagyunk, ahol jobban megismerjük egymást és az Istent azon keresztül, hogy hogyan tapasztaljuk a gondviselés útját. Számomra, hogy most kezd kinyílni az a kijelentés, amit már nagyon régóta ismerek, hogy az Isten szeret, az Isten jellemét, magát az Istent. Megismerhetjük egyrészt a Szentírásból, másrészt a természetből, harmadrészt a gondviselés útjából. És én nagyon sajnálom, hogy sokszor olyan szófukarok vagyunk, és a gondviselés útjait, amik ilyen apró pici dolgok, amiket Estila is bátorkodott velünk így fiatalként megosztani, én hiszem, hogy mindannyiótoknak volt ilyen a múlt héten. A gondviselés útjából megismerhetjük az Istent. Úgyhogy én szívemből kívánom azt, hogy merjünk kiállni, és merjünk ilyen apró, egyszerű dolgokat elmondani, mert én úgy gondolom, hogy a gondviselés útjából is megismerhetjük azt, hogy nekünk kicsoda az Isten, és hogy mi az ő célja, hogy az egész mennyet mozgósítva bennünket megmentsen. És azért helyez bennünket egy közösségbe egymás mellé, hogy mi egymásnak is segítsünk abban, hogy ezen az úton, amin ő elindított bennünket, és amiről a sátán mindent megtesz, hogy bennünket eltántorítson, ezen az úton végig tudjunk haladni. És nekem is segít mindenkinek a tapasztalata, és én hiszem, hogy fölbátorodtok és fogjátok ezt a mintát követni, hogy apró dolgokat elmondunk egymásnak, mert én úgy gondolom, hogy így is jobban megismerjük az Istent. Kedves gyülekezet, mindezek után a Kolossé beliekhez írt levelet lapozzuk föl, és a második fejezetből szeretnék két verset felolvasni nektek. Szeretném ezt azért tenni, mert két hét múlva úrvacsora osztás lesz a gyülekezetben, és abban is szeretnék segíteni, hogy erre a hatalmas kiváltságra, amivel a Jóisten szeretné emlékezetünkben és élénken tartani azt, hogy mit jelent a mi megváltásunk, hogy erre mi föl tudjunk lelkileg készülni, hogy úgy jöhessünk ide, hogy az Isten valóban a szövetséget megújíthassa velünk. Így olvasom tehát a Kolossé beliekhez írott levél második fejezetéből a 6. és 7. verset. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok ő benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, miképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Azt olvastuk ennek az igei kijelentésnek a legelején, amit egy gyülekezetnek írt az apostol, gyakorló keresztény embereknek, és ezáltal nekünk is szól. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok ő benne. Számomra ez egy nagyon fontos útmutatásá vált az igei kijelentés, hiszen az a célunk, úgy gondolom mindannyiunktól, ha megkérdeznék, az a célunk, hogy mi Krisztus általi életben járjunk. És azt mondja, hogy ahhoz, hogy mi járjunk a Krisztus által kapott életben, nagyon fontos. Én úgy értettem meg ebből a kijelentésből, gyakorta visszaemlékezni arra, hogy miképpen vettük annak idején Krisztus Jézust, az Urat. Számomra ez az igei kijelentés arra utal, hogy gondoljak vissza az én életemben arra, hogy annak idején, mikor legelőször Krisztus Jézust elfogadtam, mint az én életem Urát, és átadtam neki az én életemet, erre kell visszaemlékeznem ahhoz, hogy járni tudjak ő benne, és hogy meggyökerezzek, tovább épüljek, megerősödjek a hitben, és egy olyan életem lehessen, hogy egy erős hittel bővelkedjék az életem hálaadással. Én úgy gondolom, hogy amit ez az igei kijelentés leír, ez egy csodálatos dolog Pál apostol kijelentése szerint. Nem vágyakozunk arra, hogy bővelkedjünk a hitben? Hogy bővölkedjünk a hálaadásban?
hogy meggyökerezzék az életünk és növekedjék. Valahogy számomra ez az igei kijelentés eszembe jutatott egy nagyon egyszerű hasonlatot, ami számomra megragadható, és gondoltam, hogy veletek is így megosztom, mert talán ez így könnyebb. Könnyebb, legalábbis számomra könnyebb volt, hogy amikor mi legelőször elfogadtuk a Jézus Krisztust életünk urának, és vettük őt, és átadtuk az életünket neki, akkor olyan volt a mi életünk, mint egy gyönge kis palánta. Amit kiültetett az Isten, beültetett bennünket egy gyülekezeti közösségbe, elhelyezett bennünket a világba, és itt van ez a kis palánta. És milyen fontos ennek a palántának, hogy meggyökerezzen, növekedjen és tovább épüljön. Egy palánta nem normális, hogyha olyan állapotban 2 hónap múlva, mint amikor elültették. És azért volt számomra csodálatos az igei kijelentés, mert azt mondta el nekem, hogy nagyon fontos ami számunkra, hogy ahhoz, hogy mi meggyökerezzünk, és tovább épüljünk, és növekedjünk, és egy hálaadó életet éljünk, vagyis, hogy gyümölcs termőek legyünk, tehát amiért a palántát is elültetik, hogy abból majd legyen paprika, vagy paradicsom, vagy amilyen palántát elvetnek. Hát az a célja, hogy egyenek belőle az emberek, és az életük fönnmaradjon. Hogy valahogy az Isten a mi kis palánta életünket is így helyezi el, hogy annak idején vettük Jézus Krisztust Urunknak, és átadtuk az életünket neki, és egy kis palántaként elhelyezett bennünket egy családban, egy közösségben, egy gyülekezetben, egy munkahelyen, abból a célból, hogy most ne maradjunk palánták, hanem mi meggyökerezzünk, a gyökerezésünk következtében növekedjünk, aztán tovább erősödjünk, és a végül egy gyümölcstermő életet éljünk, ami abban mutatkozik meg, hogy bővölködünk a hitben, növekszünk a hitben, épülünk ő benne, és hálaadó életet élünk. Egy örömteli, örömmel teljes életet. És azért volt az elgondolkoztató számomra, így az úrvacsorával kapcsolatban, az úrvacsorára való felkészüléssel kapcsolatban, hogy én ajánlom mindannyiótoknak, hogy úgy készüljetek ebben a következő 2 hétben az úrvacsorára, hogy gondoljátok a saját életeteket végig. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy így a készülés kapcsán végig gondolhattam azt, hogy én annak idején hogy vettem a Krisztus Jézust az én életem urának, és hogy ez mit jelentett számomra. Hogy milyen volt az, amikor őt vettem. Mert hogy számomra ez az igei kijelentés azt jelenti, hogy tulajdonképpen amikor végig gondolom azt, hogy a Krisztus velem szövetséget kötött. Én az életem urának elfogadtam. Ő elfogadott engem gyermekének. Az ő mennyei családjának egy tagja lehetek. Akkor, amikor én eljövök, hogy a szövetséget velem megerősítsem, akkor milyen fontos végig gondolnom, hogy az Isten szeretete mit jelent számomra. Onnantól kezdve, hogy ő mi mindent mozgósított a mennyben azért, hogy engem elhívjon, és mi mindent tett meg azért, hogy én egyszer csak átadjam az én életemet, mint az én életem urának, a Krisztusnak. És eszembe jutott egy igehely, amit szeretnék is veletek megosztani, hogy ennek kapcsán, hogy miért is annyira fontos számunkra ez. Az Efézusi Levél 3. fejezetének a 10. versében van egy kijelentés, ami így hangzik. Azért, hogy megismertessék most a mennybéli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége. Engem azt gondolkoztatott el, hogy a mennyei angyalok, akik az Istent egészen közelről ismerik, ott vannak a Szent Háromság közvetlen közelében. Szerintetek tudnak eleget az Istenről, hogy kicsoda ő? És azt mondja nekem ez az igei kijelentés, hogy valami még többet megtudnak az Isten sokféle bölcsességéről, és az előző és utána következő versekben ama titokról olvashatunk, a megváltási tervről, hogy embereket Isten hogyan vezet az ő elhívásuktól kezdve az üdvösségig. Azt mondja nekem ez a kijelentés, hogy a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok, akik sokkal többet tudnak az Istenről, mint amit mi tudunk őróla, megismerik az egyház tagjainak az élete által, hogy hogyan hívta el őket, hogyan vezette őket, hogyan növeli a hitüket, hogyan erősíti meg őket, ők is jobban ismerik meg az Isten bölcsességét. Akkor ez nem számunkra is egy lecke, egy tankönyv a saját életünkben, és egy közösségben lévő tagoknak az életében. Én nagyon örülök, hogy egy nagyon
Érdekes, ugye kérés érkezett egy nem régen keresztelt testvérünk részéről, amikor a vallástétele volt a gyülekezetben, hogy szeretné mindannyiunk élettörténetét megismerni. Mert hogy ő szeretné ezt a közösséget jobban megismerni, és most már elég régóta, időnként, délutánonként valakinek az élettörténetét megismerjük. És tudjátok, amikor olyan testvéreknek az élettörténetét hallgattam meg, akiket régóta ismerek, és már nekem sok mindent elmeséltek, és most újra hallhattam. És rácsodálkoztam, hogy még ezt nem hallottam, ezt nem tudtam. Egyszerűen egy olyan mély hála volt bennem az iránt, hogy micsoda ajándék, hogy Isten egymás mellé helyez bennünket, és egymás élet történetén keresztül, és jobban megismerhetjük az Isten sokféle bölcsességét. Hogy is volt annak a szélnek a munkája a mi életünkben egykor? Ugye azt mondta Jézus, hogy az Isten megtérésre hívási munkája olyan, mint amikor a szél fúj. Hogy lassan-lassan az ember életében benyomások keletkeznek. Milyen jó, hogy visszaemlékezhetünk arra, hogy benyomások keletkeztek az életünkben. Kinek ez hogy történt? Esetleg történt velünk valami megrázatás. Én csak a saját életemmel tudok visszaemlékezni, hogy igen, megrázó dolgok történtek velem, és akkor kezdtem igazán közel kerülni jó Istenhez, pedig már nagyon régóta ismertem őt. És hogy most, ahogy készültem, úgy végig gondoltam, hogy ez a szél munkája, amikor lassan-lassan benyomások keletkeztek bennem. Olvastam, hallottam dolgokat. Kinyitottam a Bibliát, és a történetek hozzám szóltak, és az engem megérintett. És ennek a következtében tudtam az életemet az Istenre bízni. És amikor jövünk, hogy a szövetséget megerősítsük, ami megváltunk a Krisztussal, akit életünk urának fogadtuk, akkor nem erre van nekünk szükségünk, hogy végig gondoljuk azt, hogy hogyan vettük annak idején. Mi mindent munkált ő bennünk annak idején ahhoz, hogy mi arra igent mondjunk. Hiszen ahhoz, hogy meggyökerezzünk, továbbépüljünk és növekedjünk és hálaadó életet éljünk, erre van szükségünk. Mert hiszen bizonyára mindannyian visszaemlékeztek arra, hogy milyen volt akkor a gondolkozásotok saját magatokról. Én csak visszaemlékszem arra, hogy nagyon sok történetet ismertem gyerekkoromtól kezdve. Nagyon jó tanítóink voltak. Volt egy különösen kedvenc tanítóm, akitől én sok mindent tanultam, és saját életéből is sok mindent megosztott velünk. De amikor saját magamat láttam ezekben a történetekben, amikor rádöbbentem arra, hogy mi minden van az én életemben, ami nincs a helyén. Amikor végigéltem azt, amit később olvastam itt, ugyancsak ebben a könyvben, amit most nagyon sokszor olvasok, hogy amikor a Krisztus dicsőségének egyetlen fénysugara bevilágított az én szívembe, és rámutatott arra, hogy ott milyen önző cselekedetek, milyen hibás jellemvonások, és milyen tulajdonságok vannak. Akkor ez olyan volt számomra, mint egy reflektor, hogy ez én vagyok. Ez az igehely én rólam szól. És micsoda kegyelem volt, hogy minden mögött láthattam azt, hogy de az a valaki szólít meg így engem, aki szeret, és aki bizalmat előlegez, és aki engem megváltoztat, és más emberi akar engem tenni. És én visszaemlékszem arra, hogy mennyi mindent értettem meg saját magammal kapcsolatban. Hogy az a Krisztus dicsőségének az egyetlen villanása, csak egyetlen egy villanás, mi mindent hozott felszíne abban, ami ott van a szívünk mélyén. És én úgy gondolom, hogy amikor szövetséget megerősíteni jövünk Isten elé, és szeretnénk találkozni Krisztussal, hogy megerősödjünk ő benne, és tovább növekedjünk, akkor ugyancsak erre a Krisztus dicsőségének a felvillanására van szükségünk. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy a következő két hétben adjatok időt Krisztusnak erre. Keressétek őt a ti csendességetekben, hogy bevilágíthasson a szívetek rejtekébe, hogy meg tudja mutatni, hogy mi minden van ott, amit ő szeretne nekünk megmutatni ahhoz, hogy mi tovább gyökerezzünk, és tovább növekedjünk. És úgy gondolom, hogy amikor vettük a Jézus Krisztust az Urat, akkor ennek konkrét változások voltak a következményei. Itt most hadd olvassak föl nektek egy ilyen rövid kis bekezdést, amit én a saját életemben is tapasztaltam, hogy mekkora változást tudott munkálni Krisztus a mi szívünkben. Itt egy pár mondatot szeretnék felolvasni. Ebben a könyvben a Tanítványság próbája című fejezetben van.
A korábban gyűlölt dolgokat most szeretik, a korábban szeretett dolgokat gyűlölik. A büszkeség és a magabiztosság szelídségé, szívbeli alázatossággá változik. Aki egykor hiú és gőgös volt, most komoly és szerény. A részeges józan lesz, a feslet erkölcsű tiszta. A hiú szórakozásnak követését feladják. Akik keresztényé válnak, azok nem külső ékességet keresik, hanem azt az ékességet, amely a szív elrejtett belső emberében, a szelíd és csendet lélek romolhatatlanságában nyilatkozik meg. Hogyan változott a mi életünk? Hogyan volt az, hogy amit azelőtt szerettünk, azt most elvetettük? És amin elgondolkoztam, hogy van egy nagyon nagy veszélye egy keresztény életnek, hogy idővel nem vesszük észre azokat a dolgokat, amit Krisztus még lát az életünkben, és lehet, hogy a testvéreink is látják, meg a házastársunk talán még jobban látja, meg a gyerekeink lehet, hogy még annál jobban látják, csak éppen mi nem. És nagyon könnyen válhatunk büszkévé. Mert hogy visszaemlékszem arra, hogy amikor mi így vettük a Jézus Krisztust, az Urat, hogy gondoltunk a többiekre, akik körülöttünk voltak? Mindenki csak emlékezzen vissza rá. Amikor mi összetöretünk, és megértjük azt, hogy én vagyok büszke, én vagyok ilyen, én vagyok indulatos, én vagyok ilyen, akkor mivel foglalkozom? Akkor azt élem meg, amit Pál apostol így mondott, hogy a bűnösök között első vagyok én. Velem van a baj. Mert nekem Krisztus megmutatta, hogy velem nagy baj van. És nem tudom, hogy ki hogy emlékszik, hogy amikor vette Jézus Krisztust az Urat, és bejött a gyülekezetbe, akkor milyennek látta a többieket? Hogyan látta őket? Sok esetben gondolhattuk azt, hogy ők angyalok. Micsoda csodálatos jellemű emberek. Mert magunkban láttuk azt, hogy én vagyok az ember, a bűnösök között első, akiért a Krisztus meghalt, de szeretne megmenteni engem. És idővel, ha mi nem tartjuk frissen ennek az emlékét, hogy hogyan vettük Krisztust és kicsoda ő nekünk, akkor könnyen járhatunk úgy, mint az a büszke farizeus, aki fölment a templomba és úgy imádkozott, hogy Uram, hálát adok néked, hogy én nem vagyok olyan, mint a többiek. Nem vagyok olyan, mint ez az ember, aki itt van. És úgy olyan nagyon mélyen érintett, amit ugyancsak ebben a könyvben olvastam, és egy újra megelvedik előttem ez, hogy igen, az a mi problémánk, hogy nem olyanok a mi törvényszegéseink minden esetben, ami úgy látszik, mint amikor valaki leissza magát, és mindenki látja, hogy részeg. Vagy amikor cigarettázik, vagy drogozik. És ugye azt az embert mindenki megveti. De amik itt belül virulnak a szívünkbe, a büszkeség, az önzés, a lustaság, bármilyen lelkület, ami Jézus Krisztusnak sokkal jobban fáj, mint azoknak az embereknek a bűne, akik még nem ismervén őt, tántorognak az utcán, meg hogy a fájdalmukat elnyomják, drogot használnak, vagy szereket használnak, és mennyire fáj neki, hogy azok az emberek, akikért már ennyi mindent megtett, a mennynek ennyi mindenét megmozgósította azért, hogy ezek az emberek az ő gyermekei legyenek, és valamit tovább adjanak abból a szeretetből. Azok az emberek, ilyenek és olyanok, és ott van belül, és nem látszik, és ők maguk sem látják. Mennyire fájhat Krisztusnak, amikor ő látja ezt a mi életünkben. De azért hív bennünket úrvacsorára, hogy ő abban szeretne bennünket megerősíteni, hogy ő a bűnösökért jött. Hiszen nem azért kell idejönnünk, mert mi tökéletesek vagyunk, hanem azért, amiért a tanítványoknak is le kellett mosni a lábát. Emlékeztek arra, hogyan mentek a tanítványok az utolsó vacsorára? Azon versengtek, hogy ki a nagyobb közöttük. Hogy fájhatott ez Jézusnak, mikor oda mentek? Aztán leültek, és senki se akart szolgálni. Hát csak nem én fogok itt rabszolga helyett lábat mosni. El tudom képzelni, hogy mindenki nézte a másikat. Nem akarta meglátni, hogy kéne egy szolga. És akkor Jézus levette, ugye azt olvassuk, hogy mikor ő ezt látta.
akkor nem kiosztotta őket, hogy nem szégyellitek magatokat, hanem vette a kendőt, körülkötötte magát, és kezdte mosni a tanítványok lábait. És Péter, aki mindig elsőként szólalt meg, azt kérdezte, Uram, te mosod meg az én lábamat? Az én lábaimat nem mosod meg soha. Te a mester az enyémet? Te vagy a rabszolga itt? Micsoda mély megszégyenülés lehetett. És akkor ott van ez a nagy mondat, ami számomra csodálatosan kibontakozott. Ha meg nem moslak, semmi közöd én hozzám. Krisztusnak nem megalázó, hogy bennünket le akar mosni. Jézus Krisztus megmutatta ott és akkor, hogy neki nem volt megalázó, hogy a menny uraként, a teremtő Isten földre született fiaként itt lehajol, kendőt köt, körülköt, és kezdi mosni azoknak a tanítványoknak a lábait, akikről úgy tűnt, hogy semmit nem értettek meg 3,5 év alatt, mert még mindig versengenek, és még mindig nagyok akarnak lenni. És amikor Péter megértette, hogy ha meg nem moslak semmi közöd én hozzám, akkor emlékeztek, hogy mit mondott Péter. Tudjuk ezeket az igéket, hisz minden úrvacsorakor halljuk. Uram, ne csak a kezemet, a fejemet, hanem mindenemet, egészen mosd meg engem. És milyen csodálatos, amit Jézus mondott akkor. Aki megfürdött, annak már csak arra van szükség, hogy a lábát megmossák. Különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok. Hogy tekintett Krisztus ezekre a versengő tanítványokra, akik nem akartak szolgálni? Ti tiszták vagytok. Micsoda megelőlegezett bizalom ez. Ő azzal a bizalommal tekintett, hogy pontosan az a cselekedet, amit ő cselekszik értük, az mossa őket tisztára. És Krisztusnak ez nem megalázó, hanem Jézus Krisztus azért jött, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Ezt szeretné Jézus Krisztus bennünk elvégezni. És én úgy gondolom, hogy ha ezt elvégzi, akkor innentől kezdve egy csodálatos közösséget formál ezzel. Mert ha mindannyiunknak bevilágít a szívünkbe, és oda elvezet bennünket, hogy a bűnösök között első vagyok én, és nem a testvérem, hanem én, akkor úgy gondolom, azt a közösséget fogja kiformálni, ami kiforgálmódott az őskeresztény gyülekezetben. Ahol mindenük köz volt, szűkölködő szegény nem volt közöttük, és jöhetett a Szentlélek, és mindent elrendeztek egymással, és emberek ezrei keresztelkedhettek meg. Mert Krisztus elvégezte bennük azt a megtisztítást, amit szeretett volna érettük elvégezni. Én úgy gondolom, hogy egy csodálatos dolog, amit Krisztus érettünk végezni akar. Azért akarja bennünk és értünk ezt elvégezni, mert nagyon sok ember van a világban, aki még nem tudja, hogy az Isten őt szereti. Ott él a világban egyedül, kapaszkodók nélkül, és nem tudja azt, hogy kicsoda az Isten. És lehet, hogy nincs, aki segítsen neki. Emberek sokasága szeretetteljes emberekre és szeretetteljes közösségre vágyakozik. És bárcsak a Jóisten ki tudna bennünk munkálni, azt, hogy mi vissza tudjunk emlékezni, hogy kik voltunk mi, és mi mindent tett megértünk a Krisztus, és mi mindent akar még megtenni. És hogy ez bennünket úgy átformáljon, amilyen változás akkor történt bennünk, hogy határozottan látszott a különbség a között, akik voltunk, és a között, akik lettünk. Én hiszem, hogy az Isten most ugyanezt tudja elvégezni, hiszen a megszentelődés egy életműve. Egy életen keresztül munkálkodik Isten, de egyre mélyebbre nyúl. És lehet, hogy a fájdalmunk egyre nagyobb lesz emiatt, hogy egyre mélyebb dolgokat mutat meg. De micsoda kegyelem, hogy ő most sem szeret kevésbé. Számomra, amikor a tanítványokhoz így viszonyult, ezt mutatja, hogy amikor 3,5 évig ott járt velük, és munkálkodott értük, és még mindig sehol se tartottak, akkor ő lehajolt, és megmutatta, hogy mi az, amit meg akar értük tenni. Meg akarja őket tisztítani. És vissza akarja őket állítani oda, ő mellé. És majd szeretné, hogy a mennybe vele együtt üljenek és uralkodjanak. Én szívemből kívánom, hogy a Jóisten erősítsen meg bennünket, munkálkodjon értünk.
és adjon nekünk egy fölkészülési időt, illetve mi adjunk a Jóistennek fölkészülési időt, hogy vissza tudjunk emlékezni az Isten munkáira, és kutassuk azt, hogy mi mindent végzett el bennünk, hogy még sokat elvégezhessen. Azokban a dolgokban, amikben még nem tudta elvégezni. És bárcsak ezt a reménységet adná meg nekünk, aminek a vége a bővölködés a hálaadásban. Hogy micsoda kegyelem, hogy az Isten nem mond le senkiről soha, és rólam sem mond le. És újra meghív engem, hogy megerősítse a szövetséget. Én szívemből kívánom, hogy Jóisten így készítsen bennünket erre az úrvacsorára, hogy áldás lehessen számunkra. Amen.